A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Press start. Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Televízió sportos kibeszélő műsora. Hát, hogy ki beszél és hogy kit vagy mit kibeszélünk, az eléggé egyértelmű a mai adásban a tegnapi történések után, de azért talán nem csak foci van a világon, ahogy régen mondta, hogy ilyen kabaré szlogen, majd kiderül, hogy jut-e időnk másra. Minden esetre a mi mai csodálatos belső hármasunk itt a stúdióban, Németh Krisztián kollégánk, a Fejér megyei Hírlap és a Médiacentrum sportszerkesztője, Farkas Szilárd kollégám a Médiacentrumból, és Juhász László, Videóton baráti kör egyesület elnöke, szintén nem kezdő itt a Kezdőkörben. Már akkor őt hívtam egyébként, amikor tegnap reggel beérkezve a szerkesztőségbe elkezdtem a mai adást szervezni, de ez körülbelül egy másfél órával azelőtt volt, hogy aztán elkezdte különböző hírek ugye özölleni a MOL Fehérvár házatájáról, és aztán hát Szilárdnak volt egy ilyen meglehetősen gusztustalan, de általam mégis nagyon tetsző poénja, hogy a téma az utcán hever. Ez akkor a sportigazgatóra és a vezetőedzőre vonatkozott, akik hát tényleg utcára kerültek, és gondoltuk tegnap délelőtt, hogy majd arról beszélgetünk, hogy hát akkor Sallói és Borisz tevékenysége, meg amiket mi is itt mondtunk az előző hetekben, mennyire váltak valóra. De hát olyan a sportvilág is, meg a média, meg a hírvilág, hogy valaki 5 percig kerül ugye a hírek középpontjába, aztán már jön az új szenzáció, hiszen már tegnap délután meglett az új vezetőedző, az új sportigazgató is, úgyhogy bőven van kikről és mikről beszélni. De hát nyilván kezdjük akkor időrendben azzal, hogy mondjuk az előző 2-3 hétben rendre elparentáltuk szegény Vidit, hogy milyen rosszul szerepel, és hogy ennek vajon milyen következményei lesznek. A hétvégén jött az eddigi talán legkellemetlenebb epizód, az egyébként utolsó és nyeretlen Vasastól elszenvedett, hát viszonylag sima vereség. Ezek után gondolom már azért nagy meglepetésként titeket sem ért, hogy mozdultak a székek. Lehet, hogy azt gondoltuk volna, hogy ez a kispadra fog csak vonatkozni, de Magyarországon nem feltétlenül bevált módon a sportigazgató elsőként a saját maga lemondását ajánlotta ugye fel. Így aztán, miután Sallói István lemondását elfogadták, nem neki kellett kirúgni a Mihály Boriszt, megtették ezt azok, akik elfogadták Sallói lemondását. Mennyire ért váratlanul benneteket ez? Olvasva a híreket, én már annak is örülök, hogy Krisztián még a hangos bemondó a stadionban, mert úgy tűnt, hogy minden szintet elér a tisztogatás, de nyugtass meg, hogy még azért hallhatjuk a hangodat. Nem tudok róla, hogy nem. Igen, tehát te nem Sallói embere voltál. Ugye valójában nem csak két ember távozott, hiszen a egyébként egy-két hete kinevezett vezetőjátékos megfigyelőt, Zolán Kunticsot is kirúgták, akire azért biztos nem mondhatjuk, hogy közel lenne a bajnoki szerepléshez. Ugyanígy Györök Tamást, a Vidi 2 vezetőedzőjét, aki szintén maximum csak nagyon közvetett befolyással bírt bármire. Nekem ezt igazából azt mondja, és valószínűleg ez volt emögött, hogy valóban a Sallói István által szerződtetett stábtagoknak kellett menniük, beleértve az ő közvetlen ugye asszisztenciáját is, a pályaedzőt, egyebeket. Ekkora nagy földrengésre számítottatok azok után, hogy nyilván a csapat szereplése alapján gondoltuk, hogy így nem maradhatnak a dolgok? Hát szerintem 100 emberből 100 nem lepődött meg mondjuk azon, hogy az edzőt elbocsátották, de talán már azon sem, hogy a sportigazgatót, tehát ez szinte azt mondhatjuk, hogy magától kínálta a helyzet már, tehát annyira tarthatatlan volt. Aztán, hogy a többi szinten is, hogy még kit érintett, vagy hogy érint, vagy esetleg ezután hogy érint, mert azt azért tegyük hozzá, hogy szerintem akár még a játékosok tekintetében is lehet, hogy itt még lehet mozgás, hiszen azért a két érkező ismeri ezt a játékos állományt. Ugye ilyenkor két eset lehetséges, vagy tiszta lap mindenkinek, vagy pedig már ismerem őket, és tudom, hogy na, ezzel biztos úgyse fog tudni dolgozni, tehát azért ne zárjuk ki azt sem, hogy esetleg a játékosok tekintetében is lesz egy kis átmozgatás, a Budut követik
esetleg lefele a második keretbe mások is, én ezt sem zárnám ki. Az biztos, hogy itt az egész rendszer úgy, ahogy nem jól működött, tehát tényleg azért nem kell nagyon meglepődnünk, hogy most hirtelen akkor földindulás lett, mondjuk így, hiszen nem csupán azt lehet mondani, az edző múlik, hát az elmúlt 2-3 évben már nem tudom hány edző volt, én nem is tudom végigszámolni, a szerkesztőről biztos jobban el tudnád mondani fejből, én nem tudom elmondani, tehát alapvetőleg nem nagyon történt semmi, a kivételek mondhatjuk a Borisnak az érkezése utáni tavasz gyakorlatilag, az egy viszonylag pozitív irány mentek a dolgok, aztán mint hogyha minden véget ért volna, úgyhogy szerintem nagyon nem kell meglepődni. Na de az a kérdés, hogyha a rendszer nem működött, és ennek lett eredménye például ilyen volumenű személyi változás, akkor ezzel most a rendszer problémája megoldódott-e? Hiszen, ahogy te is említetted, nagyon sok edző dolgozott itt az elmúlt években, nyilván azért is, mert nagyon sokakkal nem voltak elégedettek, nem is lehettünk elégedettek. Ez nekem nem azt mutatja, hogy úgy alapvetően csak a sportigazgatón, vagy csak az edzőkön múlik ez a dolog. Nem mondom, hogy tüneti kezelés, mert ahhoz azért tényleg elég nagy ez a változás most, majd hogy milyen eredménye lesz, azt nyilván nem tudjuk most még, de hogyha tényleg az egész klubot nézzük, amelynek már ezerszer kibeszéltük, hogy hol kellene tartania, milyen példát lát maga előtt, hogyan lehetne akár Magyarországon belül is tényleg a várakozásoknak megfelelően szerepelni. Nem tudom, hogy tényleg ez melyik szint, ahol most rendrakás kezdődött, nyilván valakiknek e fölött is kell még diszponálniuk. Nyilván szerintem mindenképpen szükséges volt a változás, már csak azért is, mert ha csak annyit nézünk meg, hogy ugye az utolsó helyezett, és eddig még nyeretlen Vasastól kapott ki a csapat, mikor is lett volna jobb alkalom arra, hogy akkor azt mondják a fenti felelősök, hogy akkor most rámutatunk arra a felelősre, aki felelős mindezért szerintük. És hát ugye kit kell elküldeni, hát a játékos állomány nem lehet elküldeni, a játékosokat nem annyira lehet elküldeni, ugye Mudut nem azért száműzték, mert az ő teljesítménye, csak az ő teljesítménye miatt volt rossz a csapatjátéka, de nyilván ilyenkor a vezetőedzőt és még a hozzá tartozókat esetleg küldik el. Én arra nem számítottam, hogy ilyen hamar bejelentik az új érkezőket, egy kicsit az az érzésem, hogy ők is azt szeretnék elérni, hogy visszahozni egy kicsit a vidi feelinget, tehát, hogy megdörzsöljük a lámpást, és akkor a vidi szellemét most, mint Juhász Roli és Huszti Szabi formájában visszahozzuk a csapathoz, hát, akik ismerik a klubot is. Igen, de azért István a régebbi vidist most nem mutatsz, tehát azért Juhász Roli természetesen legendává vált. Igen. Huszti Szabosnak is voltak kiváló eredményei, és hozzátette a karrier végén a magáit a fehérvári sikerekhez. De a vidi szellem az adott esetben Sallóinál is remélhető volt, hiszen ő pedig egy ős fehérvári, mondhatjuk így. Arról beszéltünk ugye, hogy ő is nagy várakozásokkal, és nagyon jól összeszedetten beszélt arról, hogy mit szeretne megvalósítani, és akkor ugye arról, hát nem látunk bele, de lehetne beszélni, hogy mennyire hagyták neki, mennyire nem hagyták neki, mennyire tudott ő kibontakozni, mennyire látta azt a koncepciót, amit ő szeretne kialakítani. Az szerintem hát most elismerésre méltó, hogy ha tényleg úgy történt, hogy ő elismerte és felállt, hogy ez nem ment neki. Eszembe jut a vicc, hogy a Bakarenko jártás öngyilkos lett, és az volt az utolsó mondat, hogy ne lőjetek. Ugye ez itt is van egy Bakarenko. Az egy másik Bakarenko. Krisz, nem tudom, hogy te úgy képzeled, hogy ez egy hirtelen agytolulásos döntés volt. Garancs István klub tulajdonosról azért, aki nagyon nem szerepel a médiában, és szerintem 10 éve nem nyilatkozott a nyilvánosság előtt, mint Videoton tulajdonos, Wolfejvár tulajdonos. De azért azt mondják, akik dolgoztak vele, vagy ismerik közelebbről, nem tudom Szilárdra ez mennyire igaz, én emlékszem bizonyos régi tapasztalatokból, hogy azért el tud gurulni hirtelen a gyógyszer egy-egy szituációban, nyilván ez egy stratégiai döntést azért jó, ha nem ilyen pillanatban hoz meg az ember, de azt hiszem pont mesélted, hogy te láttad valamelyik meccsen, ahol azért jelentős, hogy mondjam, távolról is értelmezhető gesztusokkal, mint hogyha már kicsit Sallói iránt nem túl bizalmasan viselkedett volna, vagy bizalommal. Hát könnyen lehet, hogy így volt, könnyen lehet, hogy nem. Minden esetre engem meg is lepett, meg nem is lepett meg ez a dolog. A tavalyi mélyrepülés okán én nem gondoltam feltétlenül, hogy itt kivágják a vezérkart az utcára. Másfelől meg nyilván érthető egy ilyen szituációban. Ha már a vidi szellem itt szóba került, szerintem a vidi szellem az akkor került megtiprásra, amikor az Újpest meccs végén Budu Zivadze megcsinált ezt a butaságot, akár akarva, akár akaratlanul.
Tehát ott szerintem nagyon sok minden eltörött. Tehát ha én edző vagyok, és a játékosom egy ilyen szintű magatartást mutat a pályán nekem, a klubnak, a szurkolóknak, akkor nekem, mint edzőnek semmiféle tekintélyem nincs szerintem az öltözőben. Tehát ez megengedhetetlen. Még akkor is, ha utólag egyébként elnézést kérése, azt mondja, hogy nem úgy gondolta. Hát ez egy teljesen egyértelmű szituáció volt. Gyalázatosan kikaptunk az Újpesttől. És utána nem a saját ultráihoz ment ki, nem a saját szimpatizásaihoz, hanem elment a másik oldalra, majd fölvette az ellenfél csapatának mezét, ami persze szép gesztus, de ez a helyzet, ez abszolút nem kívánta meg, és a Vidi szellem szerintem ott az ott hát, az nyilván azt mutatta, hogy nincs rend, tényleg nincs rend az öltözőben. Tehát ez a morál, és a Vasas ellen meg láthattuk, hogy hát a morál az valóban ez, és ha így veszük, akkor ez részben edzőkérdés. Nyilván a játékosokon is el kell porolni a kudarcot, de hát, mint tudjuk, nem ők keringőznek általában, hanem az edzők meg a szakvezetők. Az edzők, és ritkább esetben az edzőket kinevező szakmai igazgató. Egy pillanatra még visszatérve ez a bizonyos Újpest elleni meccs után tapasztalt eseményekre, ha már itt van velünk a baráti kör elnöke, egyben egy kicsit azért akkor a szurkolók képviselője is nyilván. Ezt valóban, hogy mondjam, önmagában ezt az esetet, azt, hogy a játékosokkal bár levetették volna a mezt, de nem vették le, plusz Zivzivadze egyéni akcióját, ez valamiféle kirívó, egyszeri dologként éltétek meg, vagy pedig inkább ebben tényleg, amit Krisztián is mond, meg amire én is utalok, hogy megjelenik az, hogy valójában milyen morális, milyen öltöző van jelen pillanatban Fehérvár. Abszolút egyetértek azzal, amit a Krisztián mondott, tehát ez leképezése volt az egész őszünknek. Tehát hogy gyakorlatilag egy olyan cselekedet, ami tényleg én is azt mondom, még az is lehet, hogy tényleg, sőt, feltételem nem szándékos volt, hanem hát véletlen se. Tökéletesen igaza van a szurkolóknak, tehát 100%-ig azt mondom egyértelmű az, hogy ilyet nem lehet megcsinálni, ennek következménye kell, hogy legyen. Tehát itt ez a része, ez zárójelbe zár a pont. Ha megnézzük, hogy ok és okozat, hogy mi vezetett ide, én azért, mint emberként a Budut is valamilyen szinten a lelkiállapotát meg tudom érteni egy adott mérkőzésen, ami a szurkolók szempontja pont teli találat kontrakt éles ellentéte volt annak, amit lehetett volna csinálni tényleg. Most gondolj bele, a Pali tavaszra elmegy innét, egy nem annyira sikeres időszaka után, mondjuk úgy, hogy nem volt itt se azért meghatároz akkor se, elmegy Újpestre, elkezd szárnyalni, rúgja a gólokat, imádja a közönség, teli lesz önbizalma, jön a játék, közben volt egy szerencsétlen nyilatkozat a korábban is, hogy nem akarok Vidibe játszani, akkor visszajön ide, és akkor egy kirobbanó formában levő csatárunk gyakorlatilag 10 perceket játszik. Tehát a lelki állapotát, és akkor pont az Újpestre is beáll 10 vagy 15 percre, tehát ezt a lelkiállapotát ilyen értelemben, az, mint ember, meg tudom érteni. De az, hogy az is tény, hogy mindegy, hogy szándékos volt, vagy nem szándékos, feltétlenül tényleg az utóbbit, nem lehetett elmenni következmények nélkül, mert ez gyakorlatilag ebbe az aurába, ebbe a millióbe, ami most már uralkodik meccsről meccsre a stadionba, vagy a szurkolók körébe, ez elfogadhatatlan viselkedés volt. Hát a milliót említed, és az jut eszembe, és tényleg ezt az esetet, amit bőven ki is tárgyaltuk, ezzel le is záratjuk, de ugye én elmondtam talán az előző adásban is, vagy amikor erről beszéltünk, hogy amikor a szurkolók le akarják vetetni a mezt a játékosokkal, és ezt ugye kórusban követelik, én azért nem szeretem ezt, és azért nem tudok vele egyetérteni, mert azt feltételezi a szurkolók részéről, hogy itt valamiféle direkt szabotás van. Tehát, hogy ezek a játékosok nem akarnak focizni, méltatlanok rá, olyan a hozzáállásuk, stb. Miközben azért, aki a futballt, meg egyáltalán a sportot ismeri, tudja, hogy tényleg egy játékos számára is millió összetevője van annak, hogy miért nem megy a játék, akár zsinórban, és ez már messzebbre mutat, ez már túlmutat az, hogy egyébként ki milyen futballista, hogy veszi le a labdát, vagy adott meccsen berúgja a helyzetét. Ez nyilván a klub körüli légkörről, az öltöző légköréről, a szakmai segítségről, amit az edzőtől vagy a stábtól kap, vagy nem kap egy csapat, beszél. Tehát megnyilatkozása annak, hogy valami nagyon nem stimmel. Nem biztos, hogy ez a játékosok felelőssége kizárólag, sőt azt gondolom, hogy nem. És innen nézve viszont egyáltalán nem nevezhető váratlannak vagy érthetetlennek, hogy most egy ilyen teljes cserében vagy generálban gondolkozik a vezetőség. Lassan azon kell gondolkoznunk, hogy melyik csapathoz mérjük magunkat. A Ferencváros ellen, vagy a Ferencvárosra szemben szerintem nem kell mérnünk magunkat, jobb, ha nem tesszük. Mondjuk mérjük magunkat a Puskás Akadémiához, már régen túlléptek a Vidin, a felcsúton, tehát hogy
stabilan dobogósok, egy nagyon jó stabil edzővel, és egyébként egy nem túl magasra taksált játékos kerettel szerintem nagyon jól szerepelnek, egyetlen vereség van, az is a Fraditól, most már ott vannak a dobogon, igaz, azért kicsit ott megbicsaklott a sztori. Kisvárda, hát nemrég még, ezt a múltkor is elmondtam, nemrég még soroztuk őket gólokkal, előttünk vannak, mi meg hátul kullogunk, és ez nagyon nem jó, tehát most már igazából felvetődik a kérdés, hogy akkor most mi a mérce? Hát a Fradi kellene, hogy legyen a mérce, de attól fényére. Beszélünk majd a Fradiról. Én elsősorban az új edzők, illetve az új szakmaista kinevezése kapcsán szeretnék. Egy kérdés is még Sallóival kapcsolatban, aki azért, ahogy mondtátok, vállalta a felelősséget, vagy vállaltatták vele, nem tudjuk, hogy pontosan mi történt. Hogy így utólag hogy érzitek, hogy ő rá volt eleve nagy ez a kabát, tehát olyan feladatot vállalt, amely meghaladta a képességeit, vagy pedig ez a kabát mindenkire nagy lesz adott körülmények között, és mielőtt erre válaszolunk, szeretnék kérni egy bejátszott tavaly novemberben, itt volt velünk Salló István a műsorban, szintén olyan szituáció volt, amikor nem szerepelt még túl jól a Vidi, ennyire azért nem volt borzasztó a helyzet, és arról beszélgettünk, hogy majd hogyan, meg miként lehet megerősíteni a keretet, és ott mondott valamit, amire most majd szeretnék reflektálni, illetve hogy reflektáljunk együtt, ezt akkor nézzük, vagy hallgassuk meg. Pont az a nehéz, így hogyha a játékos keret minőségéről beszélünk, hogy kettőt lehet megkülönböztetni. Az egyik, amikor arról beszélünk, hogy egy játékos technikailag, taktikailag milyen, és van ennél egy fontosabb dolog ezen a szinten, hogy mentálisan alkalmas-e arra, hogy bajnok legyen. Ez két külön dolog. Rá kell világítanunk, hogy hol vannak a legnagyobb problémáink, oda keresünk játékost. Meg kell találnunk a megfelelő szakmai, a megfelelő játékost. Anyagilag ugye el kell érnünk egymást, hogy mindenki elégedett legyen, a klubja, a játékos, a menedzsere, a mi klubunk, és utána jön az, hogy akar-e Magyarországra jönni focizni. Na, ez a legnehezebb része. Na, ez a legnehezebb része, és erre kérdezem én, hogy bárki legyen is Sallói utódja, vagy elődje, vagy ebben a pozícióban egy olyan klubnál, ahol elvárják a nemzetközi kupát, sőt lehetőleg jussunk csoportkörbe, mert van annyi pénz, meg van olyan körülmény. De egy sportigazgató mit tehet, amikor mondjuk nem tud olyan játékost igazolni, aki erre alkalmassá teszi a Hólfehérvárt? Ez sportigazgatón múlik-e? Az új sportigazgatónak lesz olyan kapcsolat, hogy idehozzon ilyen játékost? Egyáltalán milyen helyzetben lavírozta magát most a Vidi ilyen szempontból? Hát gyakorlatilag azt gondolom, hogy érdekes ez a sorsfintora is, hiszen sokszor ilyen nüansznyokon múlik az életben, nagyon sok minden, nem csak a sportban főleg, meg a labdarúgásban, de itt aztán pláne, hát ha már a nemzetközi porondot mondjuk, hát ugye Köln meccsen azért itt volt az elmúlt évtized egyik legnagyobb várakozással jött mérkőzése, és gondolj bele, hogy egy kicsit ott az első félidőt nem csesszük így el ennyire, adott esetben jön egy siker, akkor teljesen máshol vagyunk valószínűleg, tehát olyan önbizalmat, olyan kraftot ad a keretnek, a csapatnak, tehát hogy milyen apróságokon múlik sok minden, tehát ez az egyik, amit gondolok, hogy itt vagyunk ebben a pillanatban, hogy nem jött be és teljes mélyrepülés. Másik az, én nem látok bele, hogy mennyi pénz állt rendelkezésre akár a Salecnek. Egy biztos, hogy a nyilatkozatai lapján, amiket felvázolt, az szimpatikus volt az emberek többségének, tehát ezt nem lehet elvitatni. Volt, aki már az elején lehúzta a vizeslepedőt rá, vagy ráhúzta, de gyakorlatilag szimpatikus volt azt, hogy ebből, hogy most időarányosan hol kéne járnunk, és mit tudott megvalósítani, ugye az más kérdés, az eredmények nem jöttek, és drasztikusan nem jöttek, mert tavaly ősz után ezt az őszt is így kezdtük, mint mondottam, volt egy jó felmenő ágba levő tavasz, és majdnem egy jól elkezdett ősz a nemzetközi porondot tekintve, mindenki volt egy meglepetés eredményünk, tehát ez nehéz volt az ő esetében. Ha azt nézem, hogy érkezett egy olyan sportigazgató, aki ebbe a szakmába úgymond még nem tett le semmit az asztalra, akkor hát sokan megijednek, ezt láthatjuk a közösségi portálokon és a többi. Tehát ebbe persze van valami, de ha viszont nézzük az érem másik oldalát, hát a klasszikus, az egyszer mindenkinek el kell kezdeni, van ez egyik is, de a másik, hát ha már említettük a Puskást. Hát ott egy Tóth Balázs, csinálta ezt előtte? Dehogy csinálta. Ott van a Fradiba Hajnal Tamás, csinálta ezt előtte? Dehogy csinálta.
Hát volt komoly múltja mind a két Palinak sportigazgató? Egyiknek se volt komoly múltja, tehát akkor ne vegyük már el azt a megelőgezett bizalmat a Juhász Rolandtól, hogy le tud valamit tenni az asztalra. Amit nem tudunk elvitatni tőle, van nemzetközi tapasztalata, sőt, igen komoly mércéje van ugye a Belgium tekintetében mindenképp. A válogatott tekintetében szintén olyan kapcsolati hálóval kapcsolat rendszerre rendelkezik gyakorlatilag, ami frenetikus, és ha nincs az ő saját döntése, akkor gyakorlatilag valószínűleg nagyon sokáig behozhatatlan csúcstartó lett volna, a legtöbb válogatottságot elérő játékos lehetett volna szerintem. Tehát mindenképp minden tekintetben a futball életében tapasztalatokkal rendelkezik, van tudása, és hogyha a pályán nyújtott teljesítményét átfektetem a sportvezetőibe, hogy gyakorlatilag önállal nem volt alibi, meg lazsálás, meg üres járat, hogyha sportvezetőként is ezt a karakter, és rendet tartott a pályán, bocsánat, ezt tegyük hozzá, nagyon fontos most sportvezetőként is akár, hogyha ezt át tudja menteni a szakmai munkába, akkor én mindenképp optimista vagyok, és örök optimistaként is optimista lettem volna, de most tényleg, ha ezeket, amit elmondtam, ez alapján pláne optimista vagyok, de persze ebben van a kockázat, mint mindenben, hát ez van. Hát mindjárt beszélünk majd nyilván sokat Juhász Rolandról, illetve Oszti Szabolcsról, akit ugye Boris helyére neveztek ki. Még egy gondolattal vagy résszel lezárva a sallói témát, szóval, hogy ugye ő olyan sportvezető, aki most már évtizede benne van a magyar futballban vezetőként. Láttuk őt olyan klubnál, amelyiknek a célja az volt, hogy bennmaradjon, stabilizálja a helyét, fiatalokat menedzseljen, és ezt meg tudta oldani Zalaegerszegen. Például volt aztán persze neki is sikertelenebb kísérlete. Szóval nem tudom, ti hogy látjátok, hogy valójában ő rá volt nagy ez a kabát, ő rá volt ez egy olyan feladat, amihez ő nem volt alkalmas, vagy pedig tényleg ez az egész fehérvári elvárás, özön, halom, amit mi is megfogalmazunk, szurkolók is, múltból is táplálkozik, közelmúltból akár, ez minden sportigazgató dolgát megnehezíti, figyelembe véve, amiről szó volt, hogy azért nem olyan egyszerű jó játékost igazolni. Hát ugye most a bejátszóval kiderült, hogy ha leegyszerűsítjük, akkor gyakorlatilag ötösre felmondta a tankönyvet, hogy működik ez az egész. Nem csak a saját belátása szerint, hanem ez tényleg ez egy tapasztalat gyakorlatilag. De nem sikerült valamiért ezt megvalósítania. Nagyon jó lenne, ha most elmondaná azt, hogy őt nem tudta végigvinni, tehát hogyha bevallaná, hogy nem tudta végigvinni, vagy nem voltak meg azok a felvételek, amelynek mentén végig lehetett volna vinni az ő elképzelését, amit ugye itt felvázolt. Szerintem ez a legjobb. Hát ezt egyszer majd mondjam, hogy vagy nem. Mert... Én azt gondolom erről, hogy nyugodtan meghatározhat a sportigazgató irányokat, de hát a labdát a futballisták vezetik a pályán, ők rúgják, és aszerint rúgják, amit az edző megszabja. Értem, azt is kifejtetett, hogy nem kell ragozni itt az edzőst, hát a szerepét sem, a futballista kimegy és focizik. Nem, hát nyilván nagyon komoly szerepe van az edzőnek, de most hadd emlegessem fel megint a Puskás Akadémiát, tehát ott Hornyák Zsolt, egy nagyon keménykezű és jó edző, aki egyébként, ha valami nem tetszett neki a pályán, vagy konkrétan a játékosától nem olyat látott, azt megmondja a játékos szemébe is, meg elmondja a nyilatkozatába is. Nyilván a szemtől szembeni dolog megelőzi a nyilatkozatot. És ott azért ott nagyon komoly válság volt azért a Puskás Akadémiánál, még a COVID időszakban, ott nagyjából már lassan ajtót mutattak a Hornyáknak, és elég szépen helyre tette a csapatot. Itt volt a tavaly a mélyrepülés a Vidivel, Boris is helyre tette, de megint sikerült ugyanabban a folyóba lépni. És egyébként mélyen egyet tudok azzal érteni, hogy ha a Köln ellen másként alakul, akkor nem ilyesmiről beszélgetünk. De nyilván az önbizalom, a motiváció az elment, és lehet, hogy azért ment el, mert a Fradihoz nem tudjuk magunkat mérni. Hát biztos vannak ugye itt olyan játékosok, akik még a Chelsea ellen is futballoztak, meg a Bordeaux, meg a Malmö ellen, hogy néhány nagyobb európai ugye nevet mondjak, és sikert. Lezárva és egyben arra rákapcsolódva, amit most mondta Krisztián, hogy az edző szerepe nyáron, azért elég sokan vártuk az idő haladtával, hogy edzőváltás történik. Borisnak megköszönve azt, hogy egyébként bent tartotta a MOL Fehérvárt, ami nyilván nem egy egetverő siker, mert ez a minimális elvárás volt. Hát bocsánat. De hogy majd
Bocsát, igazából nem is edzőváltás, hanem Dárdai Pál érkezését tulajdonképpen. Hát, vagy valami. A közvélemény egy része szerintem Dárdai igen, Pál érkezését. És habár a ha, azt tudjuk, hogy nem játszik olyan szempontból hogy mi lett volna a ha a Köln ellen, de az engem azért bilizgál, hogy ha a Sallói meg tudja lépni ezt az edzőváltást a nyáron, és jön egy másik mester, akkor vajon most még ő lenne a sportigazgató, mert azért ők most így együtt buktak. Tehát nagyon úgy tűnt, én nekem az a véleményem, hogy Borisz kezéből teljesen kicsúszott ez a csapat, és hát olyan szintű mélyrepülés lett, amit Salló is valószínűleg magára vállalt. Hát igen, sose lehet tudni. Hát azt tudom mondani, hogy tényleg mi a jó döntés? Tehát jön egy új edző a tavasszal, rendbe szedi a csapatot, elindulunk. Hát most nyáron őt el kellett volna zavarni? Tehát, hogy nehéz ezt megmondani, hiszen fölfele kellett volna azért ezt nézni. Nekem tavaszról se úgy rémlik, hogy egy szárnyó vidék látunk. Nem volt csoda. Az biztos, hogy ha most például Huszti Szabolcs, nem tudom én, mondjuk az ősz végére, ami még néhány forduló fölviszi a 9. helyről, vagy 8. helyről mondjuk a 6. MOL-Fehérvárt, akkor azt mondjuk, hogy na hát azért ez a minimum, tehát onnan kellene nekünk valamit kezdeni majd. Nem fogjuk sikerként ünnepelni, bár jelen pillanatban tényleg örülnénk, hogyha nem 2-vel lenne több pontunk, mint a 2 kiesőnek e pillanatban. Az ő kinevezése, és akkor térjünk át tényleg az érkezőkre, illetve ennek a párosnak a kinevezése mennyire volt meglepő számotokra. Bevallom, nem telt el annyi idő az egyik hír és a másik között, hogy én egyáltalán komolyan mérlegeltem volna. Persze, ahogy Krisztián is mondta, szerintem Dárdai személye megint mindenhol, mindenkiben felmerült. Azóta ráadásul tudjuk, hogy szabad, abszolút mozdítható, itt van Magyarországon, minden meccsen itt van, ugye a fia csapatban játszik. Tehát nyilván adta volna magát, és nem is tudhatjuk, hogy történt-e ilyen irányú tapogatózás. Sallói részéről annak idején még igen, de akkor Dárdai nem volt mozgatható, és kedvesen volt hozzá. Szóval, hogy nem tudom, mi történt, de bevallom őszintén, engem azért váratlanul ért ennek a párosnak a kinevezése. Mindenféle előítélet nélkül mondom, nem jutott volna eszembe, hogy ez lesz a megoldás. Igen, mindenképpen gyorsan is jött a hír, erre lehet azt feltételezni, hogy a háttérben már lehet, hogy készült valami, mert azért kevés idő telt el a Vasas meccs óta. Másrésztről pedig ugye itt a szurkolókban megint volt egy olyan várakozás, hogy majd mekkora név fog érkezni. És ahhoz képest Huszti, mint labdarúgóedző, nem névként érkezik ilyen értelemben, de ugyanezt tudom elmondani, hogy tényleg ez az elvárás, hogy a videótól, mivel hogy a vezetőség is ezt pozícionálja, hogy hova kerülünk a bajnokság végén, hova rakjuk magunkat a térképre. 2018-ban elhangzott az ominózus mondat, hogy gyakorlatilag szintlépés következik, és így ezáltal teljesen logikus, hogy a stadion népének, a szurkolóknak ez az alapelvárása. És ehhez képest csalódások tömkelege érkezett. Fölfelé értették a szintlépést. Igen, sajnos lefele történt, meg így van. És ehhez képest pedig gyakorlatilag most is nagyobb volt az elvárás. És megint csak azt mondom, örök optimistaként, gyakorlatilag 6 forduló van, vagy mennyi van vissza, tehát alig egy hónap van vissza ebből a szezonból, és utána ki tudja, mikor kezdődik a tavasz, itt a különböző energiaválság miatt is lehet, hogy hónapokig lesz itt még csend az NB1-be, ki tudja. Tehát most ez lehet azt is mondani, hogy ez egy belépő, aztán megnézzük, hogy ez alatt a pár meccs alatt mi történik, és tovább lehet lépni. Optimistaként optimista vagyok ebbe is, hiszen a nemzetközi rutin, a labdarúgó rutin az megvan a Husztiba, sőt a keret egy részét szintén tökéletesen ismeri. Hát labdarúgó edzőként nem név, az tény és való, hogy az, amit a szurkok vártak volna, de nem menjünk el a mellékszál mellett, se idézzél be, bocsánat, a Gabitól, Toldi Gabitól, hogy mellékszál, hiszen vele egy ősfehérvári érkezett szintén vissza, ami meg sokszor megint a szurkolóknak egy alapelvárás, hogy jó, legyen nagy név, legyünk jók, legyünk sikeresek, jaj, de hol vannak a fehérváriak? Most a Toldi Gábor személyébe igazából érkezett egy ősfehérvári vissza a kispadra. Szerintem jóval meglepőbb volt az idő rövidsége, ugye, ami eltelt az elbocsátások és a kinevezések között, mint az, hogy kit neveztek ki. Csak olyan szempontból mondom ezt, hogy ugye mi is spekuláltunk itt, hogy ki érkezhet. Én mindenképpen fehérvári kötődésű emberkékre gondoltam. Nekem az első, és egy félig viccesen azt mondtam, hogy majd biztos Horváth Feri vagy valaki hasonló emberke visszatér, de ebből csak azt akartam kihozni, hogy valaki olyan, aki ismeri vagy ismerheti a Vidit valamilyen szinten. Olyan szinten jó választásnak tartom őket, hogy ők aztán tényleg ismerik a Vidit, mert ugye sok évig játszottak itt, különböző szerepkörben már mozogtak itt, ugye Huszti sporttanácsadó volt,
még Juhász Roli volt edzője a fiatalabb korosztályoknak is például, és ő minden napját, én tudom, amikor ott dolgoztam a videóban, minden napját bent töltötte, hát most a stadionban vagy az edzőpályákon, de napi részese volt a történéseknek. És hogyha egy kicsit mélyebben belemegyünk, ugye már azóta már nyilatkozatokat is adtak, ugye interjúk formájában, azt mondta az egy mondat, illetve többiköt az egy mondat ragadt meg bennem, amikor a Juhász Roli azt mondja Huszti Szabira, hogy ha már nincs olyan játékos, vagy valahogy így fogalmazott. Ezt hallgassuk most meg, jó, bocsánat, mert ezt is bekészítettem, ezt a rövid interjú részletet, amit Juhász Roland adott, és a MOL Fehérvár bocsátott a rendelkezésünkre. A Szabi az a személy, aki ugye karakterében, személyiségében, azt mondom, most nyilván a játékos tapasztalatából, az öltözőt ismerve, a játékosok nagy részét ismerve, talán az az ember, aki be tud ebbe az öltözőbe robbanni, és ezt az öltözőt ki tudja billenteni ebből a jellegi helyzetből. Azon a 11 mérkőzés, a 11 pontot szerzett a csapat, valamilyen változás kell. Ha a csapat szinten nincs meg az a karakteres játékos, akkor lehet egy olyan karakteres edző kell, aki ezeket a játékosokat át tudja billenteni. Na, és ugye visszaköthetünk Sallóira, aki azt mondta, hogy kellenek a nyerő típusú játékosok. Juhász Roli meg azt mondja, hogy hát ilyen nincs, de majd akkor lesz egy nyerő típusú edző, akiről ő teljes joggal mondhatja, jól ismerik egymást, barátok is, már akkor azok voltak, mikor a válogatottban meg itt Fehérváron együtt fociztak, ami egyébként bennem felveti azt a kérdést, hogy valójában itt kinevezett ki kit. Nem gondolom, hogy Juhász Rolandot, nem tudom én, 13 óra 10 perckor kinevezték sportigazgatónak, és ő 13 óra 12-kor kinevezte Huszti Szabolcsot vezetőedzőnek, bár még ez is előfordulhat. Szóval ez egy érdekes kérdés az alá-fölé rendeltség az ő kapcsolatukban, mert amikor két sportember ennyire jóban van, összekötődik a pályafutásuk, most már hosszú éveken át, akkor azért azt elgondolni, hogy itt Juhász Roland a főnök, tehát neki majd adott esetben, nem kívánom, hogy így legyen, ki kell rúgni a Huszti Szabolcsot, ha nem lesznek megfelelők az eredmények. Ez egy olyan konstelláció, amiben én ezt most jelen pillanatban nem látom bele. Itt ide érkezett egy páros, akik együtt jók. De valójában ez nem páros, itt egy főnök beosztott viszonyról beszélünk. Ugye ezt Huszti is elmondta, hogy ki mit szeretne csinálni, és ki mit tud csinálni. Ezt Huszti Szabolcs is elmondta az ő interjújában, nem akarom lelőni a poént, ha van erről is bejátszó. Nem, őt nem szerkesztettem be most még. Akkor körülbelül azt mondta, hogy neki az öltöző és a pálya a közege, tehát ő edzőként tudja elképzelni magát. Nem hiszem, hogy sorsot húztak, hogy ki legyen, mert pont ugye kellett egy sportvezető, meg kellett egy vezetőedző, ez ennél sokkal meghatározóbb annál volt döntve már az előtt is, hogy két milyen szerepre szánnak. Az tényleg érdekes lenne tudni, hogy kettőjükre együtt gondoltak, vagy külön-külön, vagy ez mégis hogy történt, ez is egy érdekesség. Nem tudom, hogy ezt meg tudjuk-e valamikor. Tisztelt bele, azért mondom, mert az edzők szószólója te vagy itt az adásban. Mekkora hogy mondjam, bizonytalanság van amiatt, hogy azért Huszti Szabolcs ugye gyakorlatilag maradva az iménti óraperc poénomnál, nem tudom, valamelyik nap délben még játékos volt, délután fél egykor már vezetőedző egy nagymúltú magyar csapatnál, anélkül, hogy valaha életében dolgozott volna edzőként. Ismerjük ezt a metódust, ugye, hogy akár nulla kilométeres, ám de játékosként rutint meg tapasztalatot szerzett edzőben bízunk, Szabics Imrével mi is kipróbáltuk, kevés sikerrel, Husztival ugyanígy jártak Debrecenben, tehát azért nem mondhatjuk, hogy ő edzői sikerekkel a háta mögött lett volna most aztán hirtelen az egyik kívánatosabb magyar kispad gazdája. Hát egy biztos, hogy annak, aki ebben a helyzetben leül a Vidi kispadjára, annak nagyon tökösnek kell lennie, és ezek szerint már ezt eddig is tudtuk abból, amit mutatott a Vidiben, vagy a Fradiban, vagy külföldön, vagy a válogatottban, egy ideig, mert utána mindegy, zárója bezárva. Szóval, hogy egy ilyen helyzetben ehhez nagyon-nagyon-nagyon tökösnek kell lenni, mert itt azért a romokra kell kitűzni az ászlót, és megindulni felfelé, tehát 3 nappal az egybérkőzéses Magyar Kupa párharc előtt, ami ráadásul a Puskás Akadémia.
Úgyhogy szombaton megint bajnok, szombaton ugye megint bajnok a Paks ellen, ami egyébként megruházott minket a bajnoki nyitányon, és aztán hamarosan Ferencváros elleni mérkőzés, és tényleg valószínűleg valami nagyon romokba hever, és egy brutális tisztogatás volt még egy nappal ezelőtt a vezérkarba. Tehát, hogy az biztos, hogy egy ilyen helyzetben kinevezni két olyan embert, akinek komoly kötődése van a klubhoz, és ráadásul egymáshoz is, akár szakemberként, akár barátként, akár korábbi játékostársként, ez szerintem egy kézenfekvő döntés. Én bevallom őszintén, nem tudtam, hogy kire gondoljak az utód vonatkozásában, nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar kinevezett vezetőedző lesz, de így kézenfekvő döntésnek tűnik. Én olvasgattam néhány kommentet a Vidi Facebook oldalán a kinevezést követően, és hát Debrecenben megbukott, meg mit akart, de persze, köszönjük, Debrecenből részvétünket nyilvánítjuk már előre is, tehát ilyeneket is olvastam, de én is azt mondom, hogy adjuk meg a lehetőséget, adjuk meg a bizalmat. Mást nem tehetünk egyébként. Hát nem tehetünk mást, igen. Helyzetben. Megadtuk sokaknak egyiket az elmúlt időszakban. Nem, én sem, tehát nem ítélkedni. Nyilván egy edzést vezényeltek le eddig, vagy kettőt. Az nagyon fontos, az identitás. És Nikonál is ez nagyon fontos volt. Nikó is azért egy eléggé, hát nem azt mondom, hogy drámai, de nem túl nagy, nem túl jó időszakban érkezett. És ez nagyon fontos volt, hogy a Vidibe egy nagyon komoly identitást képző remek futballista tért akkor vissza. És ebből a szempontból szerintem ez a kettős, ez jó döntés, ennek jó üzenete van, akikben már megbíztunk, bizonyítottak, és reméljük, hogy ismét bizonyítani fognak. Én is úgy érzem, hogy mondjuk a US Roland habitusát tekintve, meg amilyen szerepet ő betöltött a csapat életében, úgyis, mint játékos, úgyis, mint vezér, csapatkapitány, öltözői, nyilván az atmoszféra elsősző felelőse, abban talán egy kicsit már kódolva is volt. Bár emlékszem, amikor itt a visszavonulása után itt volt nálunk a stúdióban, még maga is teljesen bizonytalan volt, hogy egyáltalán milyen irányba induljon el. Hát igen, edzősködés is foglalkoztat, ugye a második csapatnál belekóstolt, vagy a fiatalok között, Szabics Imre stábjában benne volt, hát ezt valószínűleg ő is elfelejteni inkább. Most legutóbb a harmadik kerületnél már sportigazgató volt, tehát ezt igen, is, azt bocsánat, is te kipróbálta. Mondod, pont ezt akartam mondani, amikor oda került a kerülethez, akkor én olvastam egy vele készült interjút, és ott megfogalmazta, hogy nagyon nagy álma, hogy a Vidinél sportigazgató legyen. Hát nem gondoltam, hogy ilyen hamar. Ha még az identitásra rá tudjuk gyorsan kapcsolni, mert szurkolói szempontból a Juhászról esetében, hogy igen, rendkívül fontos, hogy szerintem a jelen helyzetben azt is, hogy ő ismeri a szurkolói lélektant, ismeri a szurkolókat, ismeri az ultrákat, ismeri azt a történetet, hogy mit jelent a szurkolóknak a futball, és érti is ezt az egészet, Laci, mert ezzel is volt probléma. Ez igaz, nem akarok a szabadba vágni, csak te magad hivatkoztál nemrég arra, hogy Hajnal Tamás, adjuk meg a bizalmat, mert Hajnal se volt, hogy Tóth Balázs. Azért nézzük meg az általuk kinevezett edzőket, akár csak Hajnal esetében, akár Rebrovot, akár Csercseszovot, akár előtte Dold. 0-0, semmilyen identitással nem rendelkeztek a Ferencváros kapcsán, és valószínűleg senkit nem érdekel, vagy mindig lehet biztos, vannak az ultrák, akik amikor kinevezik a vezetőedzőt, akkor lehet mondani, hogy Mihály soha se tudja, hol van a stadion, meg nem járt itt soha Fehérváron. Olvastam, illetve hallgattam egy podcastet, és ez azért nekem megütötte a fülemet a Ferencváros kapcsán, akikről nyilván főleg a sikerek miatt egy kicsit mindig ilyen nem túl jó szívvel beszélünk, hogy ott évek óta az a koncepció, hogy olyan vezetőedzőt szerződtessenek, aki arról a szintről jön, és ott már jártas, ahová a csapat el szeretne jutni. És hogyha belegondoltok Paulo Sousába, Nikolicsba, akár Carillóba, aki szintén egy olyan futballkultúrába jött, és Sousa mellett volt ugye edző, de hogyha nagyon vissza akarok menni Mezei Györgyig, aki az első bajnokcsapatunk edzője volt, ő a magyar futballnak azt a korszakát élte meg, amelyik utoljára sikeres volt. Tehát hogy ezek voltak azok az edzők, akik megjártak olyan szinteket, ahova a klub deklaráltan el akart jutni, és velük el is jutott. És én ezt most, és ez nem Huszti Szabi ellen szól, mert játékosként járt ő is magasan, edzőként még sehol, ezt az utóbbi edző kinevezésekben nagyon-nagyon hiányolom Fehérváron. Mert akár Márton Gábort, akár Horváth Ferencet, akár most a Szabics Imrét, akár a frissen megbukott Mihály Boriszt nézem,
nem voltak ilyen tapasztalatai, és az edző lehet mondani, hogy nem rajta múlik minden. De az az a poszt, ahova egy embert kell hoznod, nyilván egy középpályát, meg egy csatársort nehezebb összeállítani, meg egy komplett jó csapatot, de egy edzőt, akit egy személyben felelőssé teszel azért, hogy tudja, hogy mit csinál és oda hogy jut el, azt lehet olyat hozni. Én ezt nagyon hiányolom az utóbbi időben Fehérvárról. Az más kérdés, hogy ettől még nagyon sok sikert kívánok, és hát természetesen meg kell adni a bizalmat Huszti Szabolcsnak is. Csak valahogy ez megint a klubról beszél, hogy mit akar ez a klub, hova akar elérni, milyen álmai tervei vannak, mit lát önmagában reálisnak. És ez majd lehet, hogy egy kicsit most már nagyon elcsúszott attól, amit a szurkolók szeretnének. Ebben tökéletesen igazad van különben, azt hiszem, tehát amit fején találtad, nagyon a szöget ezzel, mert tényleg ez egy mérce azért. Itt arra utalnék vissza meg a 18-as időszakra, hogy gyakorlatilag akkor mi a cél? Tehát, hogy vajon miért ezen a vonalon vagyunk egy-két-három éve most már? Tehát, hogy a valóságos cél mi ez? Mert kifel az a propaganda mindenképpen, hogy élcsapat, bajnokcsapat esélyes nemzetközi poron, de közben, amit mondtál, tökéletesen igazad van ebbe. Azt meg kell. Hát, meglátjuk, minden esetre nyilván nagyon szurkolunk, és az, hogy milyen ambícióval és milyen lelkesedéssel és elszántsággal látnak munkához, az senki nem kérdőjelezheti meg. Amit Krisztián mondjuk által a zászlóra tűzölt Puskás Akadémia kapcsán itt elmondta, hogy ott valóban most egy működő projekt van, és ilyen szempontból akár példaként is állítható, mert szerintem azért tördöfsz még egyszer minden fehérvári szívbe, hogy nem szándékom tördöfni, nem, csak nyilván a munkám kapcsán rálátok valamelyest az ottani történésekre, és ezt állítom párhuzamban, nem Vidi Drucker vagyok. Holnap lesz ugye az első meccse az új vezetőedzőnek, illetve stábnak, Toldi Gáborral és a sportigazgatói székben Juhász Rolanddal. Ki lesz az ellenfél? Krisztián, a Puskás Akadémia. Mennyire lehet egy meghatározó, hogy sikerül az első meccs? Nyilván statisztikailag sem ennyire, mert három edzés után, vagy kettő után biztos nem ez fogja meghatározni a jövőt, de ilyenkor mindig kérdés, hogy egyáltalán hogy sikerül belenyúlni ebbe az öltözőbe. Hát jó kérdés, lélektanilag mindenképp egy siker az most nagyon-nagyon-nagyon jó jön minden tekintetben. Nekik meg önbizalomra, optimizmus jövőképre kérdés, hogy mennyire fog belenyúlni az eddigi nagyjából megszokott kezdőbe vagy keretbe. De azt gondolom, hogy a siker mindenképp dobna rajtunk, egy vereség nem, most nem szoroztak. Most talán abban a helyzetben vagyunk, hogy a jellegi stádiumban senki nem várt itt már csodákat sajnos, úgyhogy ha nincs siker, akkor nagy csoda nem történik a három nap után. Ez azért kupameccs lesz, és most elnézve a bajnoki helyezést, azt gondolná az ember, hogy ha még tényleg vannak nemzetközi ambíciói a akkor csapatnak, itt kell akkor a magyar kupán keresztül kicsit még talán reálisabbnak tűnik, bár most tényleg megkaptuk az egyik legnehezebb ellenfelet. De mondjuk most innen oda... Na, ugye. Jó, azért a 11. fordulóban vagyunk, 33 van, tehát ebben a hárompontos rendszerben azért meg a bajnokságban sem kell elírni semmit, hogyha pozitív irányban mozdulnak a dolgok, akkor ugye nincs lehetetlen. Igen, hát meglátjuk. Nem tudom, hogy ebben a pillanatban, hogyha majd mondjuk jövő májusban ezt az adást visszanézzük, vagy vágok belőle ilyen kis megnyilatkozásokat, mint az előbb sallóiból, akkor mi lenne az a kijelentés, amit mernétek tenni, és azt mondani, hogy ez biztos mondjuk fél év múlva is vállalható lesz. Na, kész. Hornyák Zsolt lesz a Puskás edzője. Mármint mire gondolsz? Mire, hát a mindenre kapcsolatban. Tehát mi az, amit most azt mondod, hogy benne van a pakliban, és szerinted ez mondjuk jövő májusban megállja a helyét. Juhász Rolandi. Lehet negatív, lehet pozitív. Juhász Rolandi itt lesz a klubnál. Igen, hát ez szerintem is valószínűsíthető. Szerintem meg lesz megint az európai kupa indulás. Nagyon ha más jó. Nem valami szerencsével, mint az előző szezonban. A csapat nem fog kieső helyen állni. Na, csak összehoztunk három. Hát figyelj, én is azt mondom, persze, hát most azért nehogy már ez legyen a probléma, de hát elég komoly veszőfutás volt itt az utóbbi hónapokban, úgyhogy még akár a legborúsabb szurkolóban akár ez is felmerülhetett. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hát másra most nem volt időnk, pedig akartam mondani, hogy
Németh Krisztián a kosarasok végzete, mert mindig olyan meccset közvetít, amikor valami egészen drámai befejezés történik. Számunkra kedvezően, ugye annak idején az oroszlány elleni félpályás kosárt is te ordíthatod a világba, most meg az utolsó percben eltemetted a csapatot, aztán 9 pontos hátrányból mégis visszajöttek. Hát ezért utólag is elnézést kérek, tényleg szégyellem magam. Tehát de tényleg én úgy éreztem, hogy attól kipukkant a lufi, és... Szerintem nem voltál egyedül a csarnokban. Számüzet és felcsutra. Neki a számüzet és vissza. Álom utazás, jutalom üdülés. Nem. Köszönöm csak a szépen, vidik, hogy itt voltatok, és a kedves nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.